Dobhártya. Szeretettel köszöntök mindenkit! Ez itt a Dobhártya 24. epizódja. A mai téma a bicikliépítés lesz. Na nem úgy általánosságban, hanem egy konkrét példával fogom bemutatni az arra alkalmas vagy arra érdemes dolgokat, vagyis a saját bringám történetét. Régen néztem a Total az egyik kedvenc tévéműsorom volt, még Karotta és Winkler készítette. Volt egy évad, amikor részeken át építettek talán valamilyen sportautót, aztán később a Total Car oldalán elkezdődött a rulettasztra építése, és hát a vele járó kalandok, amit az első pillanattól követtem, legalábbis egy darabig. Valami ilyesmi ültette el ennek a mai epizódnak a magvait, meg persze az is, amit sokan kérdeztetek már, ha dobhártya, akkor miért nem csak dobosokkal, meg ütősökkel beszélgetek? Hát jogos kérdés. De egyrészt azért, mert ilyet csinál más. Másrészt azért, mert állandóan ezt teszem, egész évben ezt csinálom. Csak maximum nem mindent veszek fel itt, nem biztos, hogy mindenről tudtok. Meg hát az is itt van, hogy nagyon kíváncsi ember vagyok, nagyon sok minden érdekel a világban, nagyon sok minden érdekes, és nagyon sok minden hatással van rám, mint ahogyan rátok is rengeteg benyomásért, érdekes dolgok, új dolgok, színes dolgok, és talán a kerékpározás is egy ilyen ezek közül a dolgok közül. Így azt gondoltam, hogy mindenfélét bemutatok ebben a sorozatban, amit szeretek, ami érdekes, vagy ami új, vagy ami bármilyen módon csak megérint uh, engem. Úgyhogy egy ilyen keresztmetszetet láthatok, de aki követi rendszeresen a dobhártyának az epizódjait, az pontosan tudja, miről beszélnek. Szóval ez lesz most is, és hát a jövendő, eljövendő uh, epizódoknál is ilyet fogtok majd látni. Szóval akkor a mai sztoriról ez a történet még régen kezdődött, egyszer volt, hol nem volt. Valahol az első értékelhető Montémnál kezdődött ez a bizonyos mai történet, ami egy acélvázas kék keprim volt, valamikor a 2000-es évek elején. Véfékes, első hátsó rendszer, talán 3 hét vagy ilyesmi lehetett. Elől merev villa volt, 26-os kerekekkel szerelve, Persze jó volt ezzel a liba kergetővel újfehértól, meg a környéken kavírnyászni, de egy idő után már unalmas is volt. Így elindultam néhány teljesítménytúrán és maratonon is. Technikai sport ez is, tehát a világ összes pénzét el lehet rá költeni. Aztán telt múlt az idő, a homokórát jó sokszor meg kellett fordítani, jött az egyetem, és egy csomó dolog megváltozott. Vettem egy használt kromóvázat, egy napsárga KTM-et, jaja, nem a szokásos narancsot. Debrecenben voltam egyetemista, ahol azért nincsenek nagy szintkülönbségek, és ezzel a drótszamárral akartam járni minden nap, mindenhová. Tehát adta magát, hogy legyen belőle egy single speed. Lett is. A Caprin menthető cuccait átpakoltam a KTM-re. Közben vettem hozzá SPD pedált, cipőt és egy új sisakot is, egy Uvex Magnumot készen lett, és tényleg ezzel jártam gyakorlatilag még a diploma megszerzése 2012 után is, az első gyermekünk megszületéséig 2015-ig. De itt már kezdődtek a bajok, a biciklivel költeni kellett rá, és kellett volna egyre többet, de egy ponton nem nagyon költöttem, mert vettünk egy kocsit, aztán ott voltak már a két gyerek, a bicikli pedig lekerült a pincébe 9 évre. Most 2024 van, és előkerült. Újra Montit akartam belőle varázsolni, hogy olyan legyen, mint régen. Egy alapos takarítás, és a károk felmérése következett. A hajtásnak annyi vagyis kellett egy komplet hajtásrendszer, tehát középagy, hajtókar, lánctányér, a váltó, váltókar, váltó, lánc, és ki tudja még mi, de ez biztosan. A gumi még bírja egy darabig, így maradt rajta a Michelin Country Rock, aszfaltos, minimális, tényleg minimális terepet bíró, balonosabb gumia, a fékek, fékkarok is bírják, maradt az Avid Single Digit 5-ös cucc, és maradt fenn a régi sárvédő is, ami inkább városi, nem terepes dizájnra sem, de cserében nagyon tudja a dolgát, tehát nem leszek agyik sáros, semennyire sem. Az eltelt időben lemaradtam sok technikai újdonságról, és úgy általában a bicikli fejlődéséről. Márkák, típusok, anyagok, rendszerek, és persze az árak. Hamar kiderült, hogy amire szükségem lenne, az nyilván márkák és típusok tekintetében Elég nagy különbségeket mutathat, akár, de egy olyan 160-180-200 ezer forintot simán el lehet rá költeni, és akkor még csak nem is álmodtam olyan nagyot. Na de itt volt a bökkenő, mert ez az összeg a kerékpár felújítása szánt büdzsémet teljesen felborította volna. Magyarul nem állt rendelkezésre ilyen összeg. Nem volt mit tenni, alternatív megoldásokban kezdtem gondolkodni. A. Nem Shimano vagy SRAM lesz a megfejtés. B. Használt cuccok. C. Dekatlanos cuccok. D. Kínai alkatrészek. Na szóval volt egy ABCD ö, választás, most ha ez a legyenős milliómos volna, akkor nem tudom, megkértem volna vágórat, hogy felezzünk, vagy közönség segítsége, vagy ilyesmi. Na de hát ez nem volt, úgyhogy ö, Hát, ha maradunk a legyőzős millió mostnál, akkor a telefonos segítséget választottam, és beszéltem pár ismerőssel ez ügyben, mert azt tudtam, hogy egyedül remekül el tudnám szúrni ezt az egész dolgot. Végül a bátyám tanácsára hallgattam, és a legkalandosabb lehetőséget választottam, vagyis a kínai beszerzést. Nyakamba vettem az internetet, az AliExpress-t, a YouTube-tesztvideókat, és végül kiválasztottam a győztes szettet. Ez egy egyszer 10 Speed L2 A7 Group set volt, amiben majdnem minden benne volt, ami mondjuk így fontos volt, vagy ilyes, vagy utólag kellett még hozzátenni, az a Bovden ház volt, de tényleg ezen kívül minden benne volt, ami csak kellett, és 39.672 forintért sikerült ezt beszerezni, ami azért egy baráti azt kell, hogy mondjam. És uh, még egy pár szerszámot kellett mellé rendelni, ami nem volt otthon, vagy nem állt. Ehhez a szereléshez rendelkezésre. Szóval, eddig anyag, anyagilag legalábbis jól állunk, gondoltam én. Na de hát ugye még nem történt semmi. Csak a várakozás, hogy mikor ér már ide a cucc. Na de hát megérkezett, ezekből a megfelelő pontokon mindig fotóztam, tehát amikor a futár megérkezett, kibontottam a csomagot, átnéztem, hogy az, az érkezette, amit szerettem volna, megnézegettem, tényleg. Csilli nagyon szép tudcok voltak, azt hiszem pakoltam is ki így a sztoriba, akkoriban belőle. Ezekből a fotókból itt a aki a Youtube-on nézi ezt a mai epizódot, ő láthatja is a fotókat erről a, vagy ezekről a csomagokról. Úgyhogy biztos, hogy jó a Spotin is. A Youtube-ban annyi plusz van, hogy ott látod, és hogy miről beszélek. Tehát vizuális élmény is van, vagy sok hatás, kinek mi. Na szóval ott tartottunk, hogy megjött minden, és akkor ott van a, a csontváz, és akkor össze kéne rakni. Na most a, a, a hajtókar behajtáshoz azonban nem volt meg minden, így végül nem egyedül szereltem föl a kis sárga Brandonra, igen ez a neve, az új felszerelést, a lószerszámot. Boldog Tibi barátom segített benne. Egyébként róla ö, bővebb tartalmat is meg lehet ö, találni, meg lehet tudni róla sztorikat. Ehhez nem kell más tenetek, mint megnézni vagy meghallgatni platformtól függően, vagy függetlenül a Dobhátja 13. epizódját. Szóval elmentem hozzá, ahol a YouTube videóban látható szerelős videó bejátszások is készültek. Volt néhány apró bonyodalom. A váz egy kis része, vagyis a váltótartó papucs elég fura szögben állt, vagyis egyáltalán nem volt síkban valamikor kaphatott egy jó nagy ütést. Tibi akkor állított rajta, hogy olyan elfogadható legyen, vagy egyáltalán lehessen vele valamit kezdeni. Aztán majd később én is kaptam a bátyámtól hozzá egy megfelelő szerszámot, és pár tutoriál videó megnézése után már értettem is, hát legalábbis körülbelül, hogy mit kellene csinálni. Annyi, hogy utána a hátsóváltót újra be kell állítani. Hát az elején nem sikerült valami jól, aztán úgy sok-sok videó megnézése után, tehát ilyen váltóbeállítós, amit tök jó, hogy most már magyarul is elérhető egyre több e, jó minőségű tartalom, akár váltóbeállításról is. Szóval aztán összejött és teszi a dolgát, gyorsan teszi a dolgát ráadásul, viszont a legkisebb fogaskeréknél van egy pici, pici kis hangja, úgyhogy majd még kell vele dolgozni, de majd ezt is meggyógyítjuk. Ö, került rá egy új kulacstartó és egy kulacs, ezek dekatlanos cuccok. Azért így párban, mert korábban már többször megszívtam, hogy vettem egy jónak tűnő kulacstartót, aztán gyakorlatilag semmilyen kulacsot nem lehetett belerakni, mert minden kiesett belőle, nem fogta, vagy túl kicsi, volt túl nagy, úgyhogy most ezt így párba vettem, és ez jó is egyébként. Aztán a ruházatot is meg kell újítani picit, Uh, érkezett egy lidülös kerékpáros kesztyű, uh, árértékarányban szerintem tök jó, uh, sisakhoz már úton van egy belső szivacs szett, uh, tegnap néztem, akkor még pont vámvizsgálatom volt, aztán van benne eddig egy olyan 70 km körüli uh, út, hát tesztút, vagy tesztelés, vagy tesztüzem, ilyesmi, és euh, természetesen egy perecelés is, egy nagy euh, szó szóval az van, hogy a nagy homokot azt nem annyira bírja a gumi, de úgy meg nem baj, még a perecelést is élveztem. Úgyhogy a lámpa szett maradt, csak fel kellett hozzá tölteni, és tök jól megy, mert hogy a, a, az első lámpa az már ilyen töltős. Aztán ami így jobban szíven ütött, az a cipő volt. A, a régi, a régi cipőt, ami egy Merida ho -ho -ho, Speed MTB, azt hiszem valami ilyesmi névre hallgatott, azt elvittem egy cipészhez, ez megragasztotta, de nem, nem, sok, nem sok van már be, szegénykében, úgyhogy kellett egy másik cipő, és uh, egy Northweave-et találtam a Vintiden, iszonyatosan jó árban, úgyhogy ő rá esett a választás. Uh, egy gond van, mindig van gond, vagy nem tudom, most van. A váltó nem tudja beváltani hátul a legnagyobb fogaskereket, aminek talán az az oka, hogy túl közel van a váltó ehhez, tehát ott igazából szinte nincs is már távolság, Ö, vagyis egymást akadályozzák. Ennek talán az az oka, hogy a, a, az a kis papucs, a váltótartó papucs talán rövidke, viszont a bátyám azt mondta, hogy egy Monkey Link nevű ilyen extra lehetne orvosolni, úgyhogy majd ezzel még próbálkozunk valamikor, mindenképpen. Ö, szóval jelenleg itt tart ez a bicikli rulett, vagyis Brandon története. És akkor még a próbaútról mesélek nektek a perecelésről, mert hogy ö, én nem vagyok eredetileg Debreceni, csak az egyetem miatt kerültem ide, aztán végül itt ragadtam, és ö, nagyon sokáig azt hittem, hogy ez a Debrecen, ez körülbelül ez a nagy állomás és nagy erdő közötti szakasz, tehát ez az egyes villamos esete és, és hogy akkor a belváros, meg ilyesmi. Szerencsére a kerékpárúthálózat az rengeteget fejlődött a városban. Vannak nagyon jó kerékpárutak, vannak borzasztó kerékpárutak is, ezt is meg kell, hogy mondjam. Ö, én, mint kerékpáros, én például nem szeretem azokat a verziókat, amikor a fogták is a régi járdára fölfestették a sárgacsikot, és akkor ez a, a gyalogos és kerékpáros forgalom így tesztek, menjetek, itt van. És akkor ott mindenkit ráeresztenek, szóval ez egy ilyen, nem is tudom, ez egy, ez egy ilyen kis, kis uh, biciklizgetés, gyaloggolgatás, és egymásnak az akadályozására tök jó, de mondjuk, aki szeretne haladni, ö, vagy ne adj Isten, bocsánat, de edzeni, tehát sportolásra használni, ez teljesen alkalmatlan, tehát nem, nem szabad a gyalogosok közé hajtani nagy tempóval, és nem is szabad ilyet kérni, meg elvárni sem a kerékpárosoktól. Oké, okay, nem megy az út testre, és akkor majd az autók pöföghetnek uh, bármennyi kátrányt, meg minden dzsuvát, akkor meg majd a biciklis kontra probléma lesz, tehát na mindegy, reméljük ez is változni fog. Most ez abszolút inkább így a észrevétel volt. Szóval, Egyébként tökre fejlődött a dolog, tehát ilyen külső városrészekbe nagyon jó helyekre el lehet jutni, és így volt ez a próbaúton is, tehát elindultam kifelé a Diószegi úton, vagyis az volt a cél. Méghozzá Fancsikára szerettem volna eljutni, van ott egy templomrom, valahol ott az Erdőspuszta Puszta Klub Hotel előtt. Hát a kitáblázással lehetne, ö, sokat, nagyon sokat lehetne javítani egyébként, tehát a, ha nem tudom, hogy hová kell menni, akkor nagyon nehezen lehetne ezt megtalálni, vagy sehogy. Ö, viszont fent jó dolgokat tapasztaltam, tehát szépen le volt vágva az a nagy tudva meg dzsungel, meg gizgaz, ami pozitívum. Ö, aztán volt egy ilyen nagyon borzasztó állapotú fakerítés, azt is, hát most annyit csináltak, hogy összeszedték, tehát most nincs kerítés. A tábla is már nagyon rossz állapotban volt, most azt, azt hiszem helyre volt állítva, tehát vannak pozitív dolgok. Úgyhogy az volt az egyik cél. És hát onnan a panoráma út következett, amit ha nem ismersz, akkor mindenképpen ismerj meg, mert gyönyörű. Ott a Fancsikai erdőn vezet keresztül, és akkor onnan meg Vámos úton vissza, ahol szintén van kerékpárút. Tehát kifelé, a kifelé is volt, mondjuk a templomról még kb. kerékpárút, illetve utána egy a jó nagy adag földút, vagy kicsi, nézőpont kérdése, <laughs> country rogumival túl nagy egyébként, Szóval a Vámos Pécsi úton vissza, teljesen jó volt egyébként, így próbautnak azt mondhatom, és akkor már nem sok van hátra ebből a mostani videóból, és hogy miért készült el ez a rész, vagy miért pont így készült el, annyi minden lehetett volna, most itt ülhetne egy dobos, vagy valaki mesélhetne, hogy nem tudom, ő a valamelyik dobverőt szereti, de nem így van, hanem én meséltem most nektek, és hogy miért ez a téma? Mert azt szerettem volna, hogyha látjátok, hogy néha jó egy kis kaland, jó a kíváncsiság, jó az utána járás, és simán bele lehet vágni egy biciklépítős projektbe, és a végén még az is lehet, hogy egy tök jó móka lesz az egészben, egy jó kaland, és tényleg az az öröm lesz a végén, amit szerettél volna, és még akár a pénztárcádban is marad egy csomó-csomó tehát ilyen több tízezer forintok ott maradnak a tárcádban, és mégis lett egy jól működő bringed. Jó, tehát ez nem azt jelenti, hogy mindenképpen ezt kell követni, valószínűleg én is követtem el hibákat, Ö, mivel hogy a kerékpárszeredés kapcsán elég sok videót megnéztem, videós tartalmat, tényleg nagyon jó bringások készítenek tartalmat, tök informatív, megmutatják, hogy melyik csavar, milyen kulcsal, és hogyan állítod. Ez a videó, ez nem azon a színvonalon mozog most jelenleg, de nem is ez volt a célja, inkább egy ilyen ötletadás, vagy a saját mm, rulettasztrámnak a, a bringa rulettjének a bemutatása nektek. Úgyhogy Nincs más dolgom, mint hogy elköszönjek, megköszönjem a figyelmeteket, amivel, ezt a, a, amivel kitartottatok 24 részen keresztül, amivel ebben a részben is kitartottatok. Jó bringázás nektek, ha meg nem bringázol, akkor szerintem vágj bele, mert hogy egészséges, nem kell mindig autózni, és a, a bicikli az akár, ha bírod, akkor kivisz a világból. Szóval sok jó kalandot! és hát biciklivel el lehet menni mm, kiállítás megnyitókra, el lehet menni koncertekre, vagy el lehet menni uh, kirándulni, gyönyörű vidékeket megnézni, úgyhogy sok jó kalandozás nektek a művészetekben, a, akár ne Magyarország különböző pontjain, vagy a világ más-más pontjain, és uh, köszi, hogyha ezt a videót uh, megosztjátok, belájkoljátok, vagy bekövetitek a csatornát, légy egyétek ezt, illetve van egy másik fajta támogatási lehetőség is, hogyha legördítitek a YouTube videót, vagy ha belekattintotok a Spotify-ba, akkor ott fogtok találni erre vonatkozóan ö, dolgokat. Sosem mondom el, hogy mi. Na, aki elmond, el, vagy megnézte eddig a videót, azok számára elmesélem, hogy itt egy számot fogtok találni, amire lehet tetszés szerint utalni. Ha és számotokra a dobhártya, vagy ha azt szeretnétek, hogy még jobb köntösben működhessen tovább. Szóval köszi, hogy itt voltatok velem most is, sziasztok! Ez volt a dobhártya 24. epizódja, a bicikli rulett, és hamarosan következik a 25-ös rész, ami meg nem tudom, jubileum, vagy nem is tudom, mi lesz itt. Na mindegy, tartsatok velem akkor is. Sziasztok! Budai Krisztián voltam. Ciao ciao.